Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjétek ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, azt itt középen látjuk, itt felül és itt alul. Az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Gyakran tudnak segíteni. Például, ha vannak nála negatív gondolatok, hogy ebből úgysem lesz semmi, akkor az egerek eltávolítják ezt a gondolatot. Persze az egerek mást is el tudnak távolítani, a pénzt, a biztonság érzetét, a munkát, bizonyos kapcsolatokat, vagy szimbolikusan téged. Ebben az esetben vannak nála félelmek, hogy elveszít téged. De ez a könyv zárva van. Utal az ő zárkózottságára. Ő nem beszél erről nyíltan. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A virágcsokor, ez jelenti a te szépségedet, vagy egy szép környezetet. Persze az is lehet, hogy ő tervez valamit, és lesz egy meghívás, vagy lesz egy ajándék. Itt a ház jelentheti az ő otthonát, vagy a tiédet. Ebben az esetben számíthatsz arra, hogy meg akar látogatni téged. Vagy ő úgy érzi, hogy lesz egy közös otthon egy szép környezetben. És a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő úgy érzi, hogy le tud gyökerezni. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Mozgásba jön, közeledik hozzád, figyelget téged, őhoz döntéseket. És itt vannak a halak. Jelentik a pénzt. Ez lehet anyagi támogatás, vagy egy munkahelyi ajánlat. Persze, a halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Először odafigyelünk az egerekre. Itt van a sarló. A sarló eltávolítja az egereket, a félelmeket. A sarló azt is jelentheti, hogy lesz egy fordulat, egy meglepetés, lesznek változások, mert olyan hirtelen másképp látja a dolgokat. És ez a könyv, ez jelentheti természetesen az ő tudását, vagy egy továbbképzést is. Itt a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de ő zárkózott, és nem beszél az álmairól. A virágcsokor. Itt lesznek változások. Lehet, hogy változik a külseje, a hozzáállása, vagy eddig nem ajándékozott meg téged, de változik a hozzáállás, és most kapsz tőle egy ajándékot. A ház. Itt lesz egy szerencsés fordulat, kiépül kettőtök között valami. És a fa. Ez a torony lehet egy nagy épület is. A két kártya együtt utalhat kórházra, de akkor itt lesz változás, esetleg, ha valaki beteg volt. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és lesznek változások.
amit a torony még jelenthet, például egy nagy város, hogy ott a közelben lesz ez a ház, mert szeretné ezt megvenni, vagy szeretné ezt kibérelni. Ez a torony jelenti a nagyságot is, amikor ő szeretne veled együtt kiépíteni valamit, itt vannak az alapok, itt van a hely, ahol le tud gyökerezni. És ez a lovas férfi, a mozgás, itt azért vannak még akadályok, mutatja ez a szikla. Persze ez a hegy jelenthet hegyvidéket is, és a mozgás esetleg kirándulás a hegyekbe. És a halak. Itt kisüt a nap, láthatóvá teszi ezeket a dolgokat, az anyagi helyzetet, a munkahelyi viszonyokat, vagy vannak sikerek, hiszen te is megkapod az elismerést, meg ő is. Az ő hozzáállása. Itt látható a ravasz róka, és itt van egy hamis személy az ő környezetében, de ő nem buta, ő látja ez, a nap is megvilágítja ezeket a dolgokat. Sőt, mivel így közeledik hozzád, erről beszámol neked. Az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy a te környezetben vannak hamis személyek, vagy egy hamis személy, és eddig mindig olyan jó indulatú voltál, mindenkinek segítettél, de most felhívja arra a figyelmedet, hogy légy óvatos, kihasználnak téged. Az ő jelenlegi helyzete. Nála a koporsó jelenik meg, ami azt jelenti, hogy lezár bizonyos dolgokat, ami eddig kellemetlen volt, sőt, itt a gólyák jelentik a változásokat, mivel itt van a közelben a ház, ez lehet egy költözködés is. A te jelenlegi helyzeted. Itt ez a kála virág jelenti a tisztaságot. A te tiszta gondolataidat, a tiszta érzelmeket, ő ennek tudatában van. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy örülnék annak is, ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!